A videó maximum csak vizuális spoiler tartalmaz, a történetekről konkrétumot nem fogok mondani. Amikor belekezdtem ebbe a Starfield-es videóprojektbe, azt hittem a végére rengeteg mondani valóm lesz. Úgy gondoltam, ez egy nagyon hosszú elemzés lesz egy vitathatatlanul gyenge játéknak. Most, amikor leültem megírni a szöveget, egyszerűen csak nem érdekel már. Nem haragszom a hibáim miatt, de egyáltalán nem is lelkesedem valaha visszamenni játszani vele. Volt egy halom negatív kritikám és több pozitív kiemelésem, amit később persze részben azért megosztok veletek, viszont ami érzés megmaradt bennem így végeredményében, az egyszerűen a nagy semmi. Se boldog emléket nem hagyott, se haragos köpködést. A Starfield egy lövöldöző, skifi, kaland szerepjáték. Az elmondásuk alapján, ahogy Todd beszélt róla, szeretnék, hogy úgy érezd, hogy a te űrfantáziádat éled át legalábbis ezt a belemerülő saját történetesdit mondják, amikor védik az egyik rossz játékmechanikájukat. mechanikájukat. Gondolk itt az általuk feleslegesnek gondolt manuális felszállás leszállásra, a teljes utazási rendszere az űrhajóban. Azt akarták több idő gyújtson az akcióra, de közben meg ha így gondolunk a játékra, akkor pont hogy ez az egyszerűsített, vágott élmény, mi szerintem elrontja az összképet. Illetve ugye ezt fejbe tartva, hogy szándékosan a te érdekedben nem tudsz manuálisan repülni mindenhova, Felmerül a kérdés, hogy a bolygóra leszállva miért nem szerezhetsz, kaphatsz járművet utazni, hogy gyorsabban ott legyél, ahol a tartalom van. Rohangálni, rohangálhatsz 20 perceket, de nagy Isten szeretnél belemerülni a játékba és te felszállni, elhagyni az atmoszférát és hiperűr utazni valahova, az már túlzás. Látom magam előtt a kommenteket, hogy de Attila, te se szeretnél napokig az űrben utazni? Nem. Tényleg nem. De van különbség egy jól megoldott és e között, amit ők raktak le. Célba fordulok a hajóval, megnyomom a hiperőrúgrást, hipertérbe kerül a hajó, várok pár másodpercet, kikerülök a hipertérből. Mindez alatt pedig nem veszik ki a kezedből a karakter irányítását, egy sokkal belemerülősebb élményt eredményez. A hipertér lehet rögtönű ugrás, de lehet az is, ha várni kell távolság alapján, akkor fel tudsz állni, addig mindent a hajódon csinálni, kraftolni, beszélgetni, stb. A piacon nem egy játék van, ami megmutatta, hogyan kell sikeresen megoldani a hiperúrutazást. Ez a Starfield nincs köztük, és nem is lesz szerintem soha. Ugyanis kapsz rögtön egy hajót, amivel az űrben, <coughs> akarom mondani a menükben, <coughs> akarom mondani itt a hajó, jó gyors utazást. Ide-oda ugrálsz, emberekkel beszélsz, majd újra ide-oda ugrálsz, majd tovább beszélsz emberekkel, időnként lövöldözöl, bázist építesz és hajót fejlesztesz. Ez egy játék igen, elmondhatjuk, hogy ez egy ö, játék. Mint valamilyen oknál fogva a sok sétáló szimulátor horrort is annak tekintjük. Nem tudom, mikor kezdtük el a sétálást az ából B-be való eljutást játéknak tekinteni, de persze ez most lényegtelen, mert a Starfield rengeteg különböző játékmechanikát tartalmaz a sétáláson kívül. Mint a jetpack, amit hozzád is vág, de azt nem mondja el, hogy hogyan tudod használni, vagy hát legalábbis nekem utána kellett nézzek. De ahogy a beszélgetéseket és konkrét weboldal cikkeket láttam, nem csak nekem. Abszolút mondhatjuk, hogy egy figyelmetlen buta ember vagyok, és nem vettem észre, de sajnos az a helyzet, hogy amikor már annyi embert érint, hogy fórumon egymást kérdezgetik, weboldali cikkek vannak róla, hogyan kell használni, az azt mutatja, hogy a játék képtelen volt effektíven átadni az információt a felhasználónak. Ami lenyűgöző, mert amúgy előszeretettel tép ki a játékmenetből, hogy leírja neked, te kis hülye lény, hogy mit merre, hogyan kell csinálni. És ugyan talán egy picit túloztam az elején ezzel a sétáló szimulátor kicsi utalással erre a játékra, de voltak éppen. Itt, itt, az a probléma, hogy a, itt nem sétáló szimulátort kapsz, hanem egy menü, menü gyors utazó szimulátort, hogy elmenj a B-be beszélgetni. A játékban van bázisépítés, szerintem ki kellett volna hagyják, vagy nem ilyen formában behezni. Igazából nem töltöttem vele túl sok időt, nem azért, mert bármilyen szempontból rossznak tekinteném. Nagyjából hozza a Fallout 4 szintjét. Csak szimplán az űrhajó fejlesztése, alakítgatása sokkal szórakoztatóbb volt. Az űrhajó kb. egy mozgó bázisként üzemel, munka Asztalok, társak és cuccai tárolása szempontjából is. Tagadhatatlan, hogy megvan a bázisok haszna és előnye is, már csak azért is, mert nyersanyagokat tudsz termelni, viszont szerintem eltörpül a fasza űrhajót kényelme mellett, amit rendkívül jól tudsz fejleszteni, alakítgatni. Kár, hogy sokat nem nagyon vezettem, mert jobb esetben maximum beültem, pontosítva beteleportáltam, és utána kiteleportáltam valahova máshova. Még nem emeltem ki, de most játszottam először a starfield del Közel egy éve adták ki, azóta rengeteg dolgot javítottak. Képzeljétek, kaptunk térképet is a nagyvárosokhoz. Wow, micsoda nagy találmány. Viszont azt akartam, hogy a lehető legjobb állapotban tapasztaljam meg a játékot. Ezért felraktam a leghasználtabb, legszeretettebb mód kollekciót, olyan 160 módot tartalmaz. Ezeknek voltak éppen 99%-a valamit, a ját valamit, ami a játékban már benne van, azt javítja. Ezt azért emelem ki, mert a harcokban nem egy dolgot módosít, bővít, hozzáad. Így ebben a formában nekem nagyon tetszett az érzet a lövöldözésnek. Módosították az ellenfelek életét, a te életerődet, szóval most már nem olyan, mint a vízipisztolya próbálnátok egymást megölni. Természetesen nev nevetséges, hogy a közösségnek kell módokkal javítani a játékot teljes kiadás után, és egyáltalán nem pozitívum képpen mondom a Bethesdának ezeket. Én csak értékelem azt az élményt, amit a Starfield teljes lehetőségeképpen tud nyújtani. Őszintén hiszem, hogy ha a mód közösség aktív marad ennél a játéknál, akkor ebből még egy, egy egész szórakoztató játék is lehet. De most még sajnos olyan alapvető problémákkal van tele, amik fölött nem lehet szemet hunni. Főleg, hogy nem egy űrkaland játék létezik, gondolok itt a The Outer Worlds-re, ami szintén egy RPG lövöldözős játék, de mondhatnám az Outer Wilds-ot és a No Man's Sky-t is. Mindegyik messze jobb megoldásokat tartalmaz ugyanarra a hasonló problémákra. Tehát igazából a Bethesdának nem kellett volna találnia a spanyol viaszt. Egyszerűen csak lemásolnia azt, amit látott, hogy a közösség, a játékosok nagyon nagyra értékelnek. De viszont, amit mindenképp mondanék, hogyha leültök ezzel a játékkal játszani, vagy esetleg élvezitek, már most is, akkor mindenképp ajánlom ezt a módkollekciót, mert szerintem amiket hozzáad így a harcrendszerrel kapcsolatban, az brutálisan jótá, jóvá teszi. Én, én, én nem vagyok egy ilyen nagy F, FPS, lövöldözős játékelemző srác. Én leülök játszani egy csomó játékkal, és elmondom a véleményemet, viszont én azt mondanám, és ez, ez, ez talán egy picit fura lesz, és lehet, hogy egy-ketten felemelik a szemöldöküket, de talán a Starfield nyújtotta így lövöldözős játék szempontból az egyik legjobb élmény. E Egyszerűen csak élveztem lövöldözni a játékban. Látványos volt, jó érzés volt, éreztem, hogy sebzek, éreztem, hogy sebeznek. Jó, jó pofa volt. Ma, ma figyeljetek, különítsük el a harcrendszert, a lövöldözést az ellenfelek éjájától és a szövetségeséink éjájától, mert kőhülyék mindenki, de de sajnos nem, nem minden lehet tökéletes, ezt, ezt, mondom arra is például, amikor egy, egymás mögébe álltak az ellenfelek így hármas és úgy próbáltak lőni, úgyhogy csak az egyik tudott, mert a másik kettő őt lőtte, aki előtte állt. De, de mindegy, ettől függetlenül maga a lövöldözést, azt nagyon élveztem. Már szóba jött valamennyire, de ki kell emelnem. A töltőképernyők mennyisége és elhelyezése, és ezt egyszerűen nem tudom szebben mondani, totálisan borzalmas, ami a Starfieldben van. Egy hányadék. Olvassuk el, mi volt róla az első gondolatom. És figyeljetek, tudtam róla, hogy ez, ez egy probléma a játékban, úgy mentem neki, hogy tudtam jól, hogy ez erre számít csak. És még így is. Nem csak sok gyors utazás van a játékban, véletlenül úgy tervezték, de még kifejezetten az arcodba is nyomja, hogy használd. Egyszer a robot megjegyezte, hogy ide menjél, majd oda menjél, de ne aggódj, majd gyorsan hozzászoksz. Menü megnyit, kattint, kettő gyors utazás. Menü megnyit, kattint, kettő gyors utazás. Menü megnyit, kattint, kettő gyors utazás. Kattint, kettő gyors utazás. Kattint, kettő gyors utazás. Gyors utazás. Gyors utazás. Elképzelésem nincs, mit szívtak ezek, hogy azt hiszik, hogy ez redben van. Nem is megyek bele, hogy, hogy minimális töltőképernyővel mit valósítottak meg mások. Inkább elmondom, horrontották E, ez egy űrkaland szerepjáték. Az űrutazás része, hogy nem érsz oda rögtön. Minden kifiked kedvelő ezzel tisztában van. A probléma nem a gyors utazás lehetősége, hanem a kényszer, hogy használd. Menüben lépés nélkül nem tudsz eljutni A-ból B-be. Bo Bolygóra leszállni se tudsz. Minden egyes alkalommal, amikor a játékos menübe kell lépjen valamiért, és aztán egy átvezetőt kell nézzen, vagy, vala, vagy bármi, ami elveszi az irányítást, a kezéből kiragadja a világból. Bármikor, amikor ilyen, ilyen van, érzed, hogy ez egy játék. Érzed, hogy nem része vagy, hanem egy külső figyelője. És itt rengeteg ilyen van. Amikor csak beszélsz egy NPC-vel, amikor beülsz pilóta fülkébe, amikor felszállsz a hajóval, ami megjegyzem, messze a legundorítóbban néz ki, amit ebben a játékban láttam. Tehát az, az aki az animációkat, vagy hát ezeket a, ezeket az átvezetős cuccokat készítette, az űrhajó repülése, meg felszállása, én nem tudom, szerintem azt ki kéne rúgni, vagy, vagy lehet, hogy a legvégére hagyták, és egyszerűen már nem volt ideje szerencsétlennek, de ne, messze a legundorítóbb az egész játékban. Bármikor a belső nézetből, külső nézetbe rak, akkor kiszed a belemélyülésből. A Morrowind egy 2002-es játékban kevesebb töltőképernyő mellett ősz, kevesebb ilyen játékostól elveszük az irányítást, hülyeség van benne, pedig akkor még merevlevezen futtattunk mindent. Megjegyzem, ezen az SSD se segít olyan hatalmas módon. Mert ugyanúgy várnod kell egy-két pillanatot minden egyes töltőképernyőnél. És valamikor egymás után három különböző töltőképen néz keresztül. Ez, ez abszolút értékelhetetlen. Másképp nem lehet rá gondolni. Szerintem erre egy iskolában kettes nem kéne megadják ma már. Úgy is tudom, hogy mindenki ezzel fog jönni. De az, te tudjátok mit? Azért jön mindenki ezzel, mert ez jogos. A No Man's Sky annak ellenére, hogy hogy jelent meg, tudjuk, nem túl elfogadható módon rakták ki, nem túl elfogadható tartalom mennyiséggel. Viszont ma már egész, egészen visszahozták, kifejezetten visszahozták. De nem ez a lényeg, hanem le tud szállni a bolygóra. Egy 2016-os játék, amiben a bolygóról felszállsz, fölmész, és aztán utána vissza le tud szállni. És itt a Starfieldnél ezt nem tudták megoldani. Nem, ez, nem, ez, nem, nem, ez, ez ezt mondhatnám még tovább, nincs értelme. Tehát egy, egy nagy kalap ki az egész rendszer, meg a gyorsutazás rendszere. De nem is értem egyébként, hogy ö, miért gondolták ezt így jónak. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni. Mert én nem egy olyan emberről tudok, aki leült és játszott úgy a Skyrim-mal. Tehát egy csomóan csinálták, hogy játszottak úgy a skyrim -mal. Én is játszottam egy időben így a Skyrim-mal, hogy ö, direkt nem gyorsutaztam. Az egyetlen gyorsutazás, ami meg volt engedve, az az, amikor odamész egy szekérhez, és akkor beszélsz az a, a izével, mi az a szekeres bácsival, <laughs> és akkor ő elvisz bébe. Mert az úgy a világba értitek, az úgy beleillik, hogy oké, okay, azért jutottál el ide, úgy relatív gyorsan, úgymond, mert elvittek ide, és akkor akkor így, így nem törtél ki, úgymond így az élményből. És akkor utána meg összehozzák ezt. A, az űrharcokról nem is beszélve, tehát hogy ö, én játszottam több űrhajós játékkal, nem mondanám azt, hogy úgy nagyon-nagyon hatalmasan szeretem az űrhajós játékokat, de hogy ez, ez végtelenül unalmas volt. Ez, az, ez, 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 a, ez, az ez valami kegyetlen unalmas volt számomra. És egy nagyon gyenge a része a játéknak szerintem. A társaink még módoltan is kőbuták. Volt, hogy az egyik csatlakozott, kötelezően velem jött a küldetés során, majd beszól, hogy remélem van valami nagyon fontos dolgot, hogy leszálltunk ide, amikor vele jöttem ide küldetésre. Miatta vagyunk itt az összes npc teleportál. Elsétálhat, miközben, veletek, miközben veled beszélnek. Bocsánat, ezt rosszul fogalmaztam. Szóval el tud teleportálni beszélgetésen kívül, és beszélgetésen belül is tud teleportálni, miközben beszélsz vele. Ö, és ehhez jön, hogy valaki kilométereket lemarad, és onnan pofázik neked. De mondok jobbat, aki elsétál, az is kilométerekről pofázik neked. Annyira rosszak, hogy esküszöm, legszívesebben mindenhova egyedül mentem volna. Az elévült animációkra nem is beszélve. Annyira nem rossz, mint a Ghost of tsushima nál találtam, de erre nem lennék büszke őszintén szóval. És most már komolyan mondom, a f***ért nem lehet megoldani, hogy a karaktered és az NPC-k, akikkel beszélsz, egy k*** sebességgel haladja. Bármikor, bármikor valaki vezetett és beszélt hozzám. Vagy lefutottam, mint egy k*** olimpikom, vagy lehagyott. Én nem tudom, hogy lehet ezt tapasztalni és azt mondani, hogy ez így, ez így jó. Mint ha mintha a Bibliát olvasnám, hogy és megteremtette az NPC-t, aki lassabb, mint a játékos futva, de gyorsabb sétálva. És azt mondta, Megpihent rögtön utána, és azt mondta, hogy ez így jó. Nehéz, gondolom, feltalálni a spanyol viaszt, amit már más feltalált. Az Ubisoftot lehet szívni nagyon sok minden miatt. De ők meg tudták oldani, hogy a karakter, akivel mész, és az NPC-k, még ha gyorsabb is vagy alapvetőleg, tehát a sétálásod is gyorsabb, mint az ő sétálásuk, és a futásod végképp gyorsabb általában, mint az ő futásuk. Még akkor is, amiközben beszélgetsz valakivel, követi a karakter, és megy mögötte úgy, hogy tudjátok, nem marad le, azzal a sebességgel megy, ők is úgy követnek, amikor beszélgetések mennek. A Red Dead Redemption meg tudta oldani. Én úgy emlékszem, hogy a két a 5 is, de már nem vagyok százszerzékig biztos. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy arra van, van már példa rá, hogy meg tudták oldani, hogy ez ne legyen probléma. És itt vagyunk a Bethesda-val 2023-ban, és bakker, nem tudták megoldani. Nem, nem. <laughs> visszatérnek, a, visszatérnek az emlékek igazából, rájöttem. Tehát ezt a szöveget ezt úgy írtam, tudjátok, hogy ilyen blokkokra bontottam. Tehát negatívumok, történetről vélemény felületesen, meg töltőképernyő, meg harcrendszer, bázisűrhajó, jetpack. És azt nem is tudom, hogy ez, ez erre kitérek-e még. Ez, most eltérek a szövegemtől valamennyire. De azt szeretném kiemelni, hogy a karakterek, akik bekerültek, azok meg érdekesek. Az az igazán átkozottul idegesítő az egész rendszerbe, hogy közben meg találsz, fogsz találni olyan társat, akit szeretnél vinni. Mert érdekes úgy a, a, a karakterük, mindegyik azért eltér a többitől, és <laughs> de közben így működnek. Tehát, hogy a, ott, ott lenne az élmény, csak a tálalása abszolút abszolút borzalmas. Tehát egy, egy hulladék a tálalása. Vannak, akik órákig elemzik a játékot, miért rossz és hogyan lehetne jobb, de én nekem se kedvem, se időm erre időt pazarolni most már. A történetről azért nem beszéltem, mert szerintem az, egy, az a, egy, a játéknak a legszubjektívebb legszub, része. Jó, ezt kezdjük előről ezt, ezt a mondatot. Szóval a történetről azért nem beszéltem, mert szerintem a játéknak a legszubjektív része. Kinek mi tetszik. Engem például a főküldetés egyáltalán nem érdekelt, egyenesen unalmasnak találtam, és olvastam, hogy többen is, viszont a karakterek között találtam elegendően érdekeseket, és volt egy mellékküldetés sorozat, ami meg is fogott. Hiába sok sületlenség, attól még az alapanyag itt van egy nagyszerű játékhoz. Viszont mondhatjuk úgy, hogy a legjobb alapanyagokkal is lehet szart főzni, és a legjobb szakács se tud szarból öt csillagos étket készíteni. És talán ez a legbosszantóbb a starfield hogy látszik, hogy nagyon tehetséges emberek is dolgoztak rajta, látszik, hogy abszolút analfabéták is, de ettől függetlenül ott van az a, amit régebben úgy hívtak, hogy a Bethesda varázslat, tudjátok. Egy bagos játék, egy nem jól működő játék, de közben mégis valamiért nagyon szórakoztatta az embereket. Itt is ott van az alapanyag hozzá, csak nem, nem jön ki, egyszerűen nem jön össze. A Starfield, mint játék egy élvezhető, de rendkívül elavult termék, ami már tíz évvel ezelőtt se tudott volna lenyűgözni senkit. De akkoriban legalább rengeteg mechanikája a kornak megfelelő lenne. Ma már viszont több gyengeségére, mutattak a videójátékiparban jobb megoldást. A működési stabilitás is hagy maga után mit kritizálni. Az idő nagy részében 80 FPS-en volt, valahol pedig 40 is nehezen jött össze. Ezt hívják bizony úgy, hogy optimalizálatlan. Az eredeti tervem szerint bővebben terben volt kiemelni a játék pozitív oldalát, de összességében annyira semmilyen felejthető élményt nyújtott, hogy hiába próbálok ezekre visszaemlékezni, egyszerűen azokon kívül, amiket mondtam, több nem jut eszembe. Pedig még barátomnak is megjegyeztem, hogy meglepett a játék, rosszabbra számítottam. A probléma itt nem azzal van, hogy egy nagyon bugos játékot kapsz, egy rosszul működő szemetet, vagy éppenséggel egy hányodékul futó, de amúgy remek terméket. A gond az, hogy a Bethesda gyémántot ígért, és szenet adott.